Nasszírosztok, függis lányok! Én b vagyok, és egy picit szeretnétek nektek mesélni arról, hogy a héten mi volt, és hogy miért nem voltam annyira aktív. Nem most, rákok, ugye tudnotok kell, hogy az édesanyámnak az étteremben lett munkája. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Viszont, amit nem tudtok, hogy mi történt az alatt az egy hét alatt. Én sajnálatosan az angolulákra nem tudtam bejárni, mivel valahogy nem érzem ezt a napi 3-4 óra sétát csak azért, hogy bemenjek két órára tanulni egy olyat, amit már tudok, mert még nem léptettek elő, majd csak jövő héttől. Viszont... Na, nem léptettek elő, nem tettek osztály, egy osztálya feljebb. Viszont, srácok, az édesanyáméknál már bent nagyon durván folynak az ipari dolgok. Konkrétan segítettem kirakni a táblát, ügyes voltam, és segítettem egy kicsit a beltéri dolgokban is, ugye az étteremnek a kinézetét illetően, illetve édesanyám csinált egy kis spenótos az annyira ízlet nekik, hogy konkrétan úgy nyelték a török főnökök, mint a kacsa a nokedlit. Úgyhogy iszonyatosan jó volt. Azon felül, ugye, hogy ebből-ebből másodszor lettek, másodszor lettek, így azért ez eléggé rácuppant az étlapra, úgyhogy ez elég király volt. Mi csináltuk meg az étlapot is nagyjából, ö, ugye csak azokat mondtuk meg, hogy nagyjából mi legyen rajta, a főnökök csak kiegészítették, hogy egy kicsit angolosabb ételek is legyenek rajta, hiszen egy étterem nem működhet úgy, hogyha csak török, csak olasz, csak magyar, kell, kell angol kaja is rajta, hiszen Angliában vagyunk. És ugye akárhogy is nézzük, Angliában angol kaja nélkül egy étterem becsődöl mint ahogy például történt az alángososnál is. Na mindegy, ö, srácok, ö, konkrétan, amit tudnotok kell még, az az, hogy vasárnap, azaz holnap, március 23-a, azt hiszem 23-a lesz holnap, így van, március 23-án kinyit az étterem. Jaj, de jó! Szupi! Anyukámnak már bent lesz tutina meló helye, ő lesz az egyetlen, az egyetlen ember a konyhába, az egyetlen ember úgy, hogy nyelvet se beszél. Le lehet beszélve a főnökkel, hogy legyen megszámozva az étlap, hogy mondjuk mit tudom én, a pizzákról az ötöst kérik. Pizza five. Ennyit fogok neki mondani. És rögtön tudja, megnézik az ötöst, hoppá, mondjuk ez egy mozzarella pizza tehát ilyen, ilyen boromja egyszerű dolga lesz neki, idézőjelben rakva egyszerű dolga a nyelvterén, így meg lehet neki könnyítve az egész dolog, és gyerekek, annyira remélem, hogy jól fog menni, nagyon-nagyon szép lett az étterem, de tényleg annyira szép, ilyen western feelingje van, de ilyen bemész, és már így, 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 már keresed, keresed a színészeket, mint egy Bud vagy mit tudom én, Clint Eastwoodot és már jön ez a zenet, tudod, ez az izé, mikor foglak lelőni, pajtás, fel, itt a zene, fú, nagyon jó, elképesztően jó, és hát ugye ez vasárnap kinyit, az, az holnap. Erre be kell, de hát nem be kell mennem, de be akarok menni, mert hát mégiscsak kíváncsi vagyok rá az egészre. Illetve én nekem, hát most már egyre sűrűbben lesznek óráim. Ugye én járok járok órákra, nem fogok még erről részletesebben beszélni. Majd amikor már ez, ez teljes mértékben százezer, százalékos lesz, majd akkor beszélek róla. Úgyhogy én tegnapi nap folyamán kérlek szépen 6 vagy 7 órát voltam bent Birminghamben miatt, a Facebookon kín van egy pár fotó, és hát gyerekek hazafelé én úgy megfáztam, mint az állat. Konkrétan 40 percet sétáltam Birmingham egyik végéből a másik végébe, mire elértett, elértem a New street állomásra, és onnan még akkor egy kicsit vonatoznom kellett hazafelé is ide Coventrybe, Durván 12 perc volt a vonat, mint ahogy ugye múltkor is, de srácok, ez alatt a 40 perc alatt este az arcomba fújt a szél. Úgy megfáztam, mint egy ló. De tényleg, elképesztően durván meg vagyok fázva. Most nagyjából jó, mert 7 tonna zsebkendővel kifújtam az orromat, hogy esetleg tudjak levegőt kapni, ameddig most itt beszélek, de most én most is tudnék forrat fújni. Na mindegy, úgyhogy elég jó volt, mert felültem a vonatra, és mondták nekem, hogy nem jó az a jegy, amin van. Ilyen... kiért. Ó! Oh. Na, úgyhogy nem jó nekem az a jegy, amit vásároltam, mert... Mert ez csak napközben ilyen... ilyen odavissza, oda-vissza jegy volt, úgyhogy az éjszakai, az este 10 órás vonatra, vagy nem, este 9 óra, 5 perces vonatra, ez már nem volt jó, mert ami délután, hazután van, az már esti vonatnak számít. Szóval nagyon vagány, jött a kaller, mondom, ez csoda, most fog megbüntetni, hány font lesz, mennyit kell fizetnem, egy vasam nincs, és nekem még fizetnem kéne most megint, a Istenem, pedig már megvettem a jegyet. Hát igen, a Pali megkérdezte, hogy kártyával fizetsz, vagy készpénzzel. Mondom, följön a buszra, vagy a buszra, a vonatra egy aktatáskával egy Pali, kéri a jegyeket, és konkrétan megkérdezi, hogy kártyával fizetek-e? Hát mondom, én nekem készpénzem van, odaadtam, nyomtatott egy kis géppel egy jegyet nekem, egy tök vanatú jegyet, odatta a mellettem lévő Pali viszont kért Northamptonig egy jegyet, kártyával. Elővette a kártya lehúzó, tik, bepötyögte a cuccokat, és mondom, egy frankon, egy civil embernél vonaton kártyával fizetted bazd meg. Hú, mondom, mint egy Star Trek filmet néztem volna konkrétan. Olyan szinten éreztem magamat a jövőbe, hogy mondom, ez mi a nyavaja? Már a vonaton is lehet kártyával fizetni? Hát mondom, ez csodálatos, gyönyörű. Nem mindegy, hogy ez elég, elég jó volt. Utána, miután lesz, leszálltam Mentre-be, és ö, a boost el kellett érnem, az már a Cambridge-nek a túloldala. Szóval, mivel sietett az idő, mert szerettem volna nagyon gyorsan hazaérni még időben, <laughs> ö, Végig rohannom az egész városon, cavendry hogy elérjek a vasútállomástól a buszig, mert hogy csak 35-kor, meg 05 kor ér, ö, indul. Na most, ö, hát én szerettem volna időben hazatipegni, hogy ö, tudjak egy pár emberkével beszélgetni, és ö, konkrétan végkélet kellett sprintelnem még is ebben a jó kis két fogba, úgyhogy gyerekek, nekem tényleg a tegnapom az tragédia volt. Olyan szinten meg vagyok fázva, tele van az orrom, fú, nagyon durva, viszont... Ö, Viszont a, ugye, ezeken a foglalkozásokon meg lettem dicsérve, hogy azért ügyes vagyok, de gyakorlást még igénylek, de azért nem lesz velem probléma, úgyhogy ez nagyon jó kis íz, kis kis bizalombomba volt. Úgyhogy nagyon király. Én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően. Édesanyámnak remélem ti is szurkoltok, én is nagyon szurkolok neki, hiszen van megérdemlő, mert hogy ivádom ezt a gomba fejét. Remélem minden összejön neki, és remélem, hogy id idézőjelbe rakva, remélem, hogy nekem is minden úgy összejön, ahogy én azt, hogy nagyon kiterveltem magamnak. Legyen nagyon jó hétvégétek, srácok, fiúk, lányok, ufók, idegenek, állatok, mindenki, akinek gerince van még annak is, akinek nincs. Nagyon jó hétvégét kívánok nektek, remélem, hát idézőjebb rakva jó, jó infókat mondtam nektek. Én turbo voltam, remélem jó, piszok jó hétvégétek lesz. És köszönöm, hogy vettok nekem. Sziasztok! Apropó, az edzéssel kapcsolatosan fiúk, lányok, mindenki, kérdeztétek, hogy hogy haladok és hogy lesz -e belőle bármiféle videó. Hát az elején még nem szándékoztam ilyeneket, de most már úgy, tart, úgy vagyok vele, hogy ö, majd, majd igen, de ezt nem nem a közeljövőbe kell számítani erre. Ö, viszont én elmondanám a személyes tapasztalatomat ezzel az egészen kapcsolatban. Az elején még elkezdtem az, az, azért, mert hogy ö, szeretnék ö, hát szeretnék jobban kinézni, tudját na hát férfi vagyok, szeretnék jobban kinézni, szem szemre tűnőbb lenni, vagy na, hogy is fogalmazom ezt meg... Ö, Masztírozni szeretném egyes embernek a szemgolyóját. <laughs> Következő, ö, konkrétan most már ott tartok, hogy ö, már nem azért csinálom, hanem azért, mert szeretem. Tehát konkrétan tök jó szenvedni. Hogy tök jó az, amikor izomlázom van, tök jó az, amikor, amikor éppen alig, mozg alig mozgok, legalább hogy érzem, hogy élek, érted? Tök jó dolog. És amit a legjobban észrevettem magamon, hogy folyamatosan fejlődök. Egyre többet bírok, egyre akaratosabb vagyok, és ö, már csak azért is sikerül még három, még kettő, még egy ügyes voltál, turbó. Tök jó. És ö, hát ugye én nagyon puha testű állat voltam, vagyok, és még egy drabig leszek is. Viszont ö, elég durva szembetűnő különbségek vannak ö, most már a régi magamhoz képest, és a mostanihoz. Ugye hát azt a jövőben meg szeretném még jobban föltornászni, viszont ö, így durván ilyen hetente, havonta azért úgy ö, csinálok képeket, hogy ö, úgymond mennyit fejlődtem, vagy mennyit haladtam, de az a baj, hogy ez nem egy olyan dolog, ami így egyik pillanatra a másikra megváltozik, viszont megnéztem az első képemet, a, például a tegnapival, mert minden pénteken csinálom ezt, és konkrétan kemény, 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 fejlődök, folyamatosan fejlődök, illetve fogytam. Nem sokat, de szerintem inkább csak víz ment ki bőlem, mivel ugye tudjátok, hogy csak ásványvizet iszok mostanában. És a úgymond felesleges cukortól is megszabadultam a kóla által. Naponta kétszer eszek, egyszer reggel, egyszer pedig ebédet, és onnantól kezdve nem eszek egész nap. Ma is a reggelim egy doboz jogkurt volt, tehát semmi több, tehát uh, én elég durván ráálltam el az egész témára úgyhogy aki, akit érdekel az ilyesmi fajta dolog, azok majd információt kapnak erről kapcsol, ezzel kapcsolatban, de ezzel nem kell nekem irogatni privát üzeneteket, meg ilyeneket, majd eljön az ideje annak is, amikor csinálok erről az egészről, vagy videót, vagy képet, vagy esetleg Facebookon valami beszámolót. Köszi! Köszönöm, és remélem, hogy kitartotok velem! Hihi! -hi.